magyar hangok. Székely József. Nagy Gereben. Kerekes József. Nagy Pál Gábor. Karácsonyi Zoltán, Barát István, Zöld Csaba, Herman Lilla, Laudon Andrea, Gyarmati Laura. Fényképezte Stephen Whitehead. Zene Joe Barruco. Írta David Gilbury. Rendezte Brian K. Roberts. Shelby, a kutya, aki megmentette a karácsonyt. Nincs hozzáfogható ünnep, mert ez nem csak egy ünnep, hanem lelki állapot is, amikor mindenki békés és jó szándékú, és összetalálkozik az egész család. Nem is beszélve arról a különleges dologról, ami a karácsonyfa alá kerül, és örömöt okoz karácsony reggel. Egy kutyának nincs nagyobb ajándék, mint szerető családban tölteni ezt az ünnepet. Hiszen ő a család dédelgetett kedvence. Csak egy gond van ezzel a képpel, hogy nem én vagyok rajta. Ez vagyok én. Az 18927-es kutya. Csináltunk már ilyet, igaz? Ne mosolyogj. Nem az én hibám, a tiéd. Te kerültél be ide. Kicsit jobbra. Neked jobbra, vagy majd nekem, mindegy is. Jó, ődag, a kutyás ember. A célja az, hogy megkeserítse az életemet. Most próbálj. Borzaszt, hogy mennyit beszél. Maradj így. Jó képet kell csinálnom arra a valószínűtlen esetre, hogy megtessél valakinek. Hát, ha és nagyon rossz fotókat csinál. A kép miatt... Nézzék meg, milyen szögből fényképez. Hát, meghosszabbítja az orromat. Nem vagy te primadonna, érted? Tudják, hol a legnagyobb szívás a karácsony? A dutyiban. Nem menő luxus zárkáról van szó, friss törölközővel, bolyhos fürdőköpennyel és levendulapárnával, hanem igazi börtönről, fémrácsra, meg minden. A régi szürke rács motel. Fúj. Itt a kajánál csak egy rosszabb van. A következő kaja. Na meg a várakozás. Mindannyian ezt csináljuk itt. Egész nap, minden nap. Sosem tudni, hogy ez a nap a legjobb lesz-e, vagy a legrosszabb, vagy az utolsó. Ez a steak nem a jó viselkedésért jár, hanem egy elítélt kutya utolsó vacsorája. Szegény Simot. Hát legalább nem tudja, hogy mi vár rá. Ne aggódj, Simot, egy szebb világ vár rád. Vagy talán mégsem? Mostantól ő is utálni fogja a karácsonyt, mint mi mindannyian. Én is utálom. Ez a legrosszabb ünnep. Az egyetlen szórakozásom ilyenkor, hogy megszököm Simon és úrtól. Viszlát, loser! Nem fogsz élve elkapni! Szökésem sem volt sikeres, de legalább jól megmozgattam Dagot. Hé, mi ez a fincsi kaja? Jó az illata. És finom is. Jól van, elkaptál, vesztettem, rendben. Rosszat tettem, belátom, sajnálom. Szedd le a nyakabról, miért nem a testemre szerelted? Köszi. Júj, hesz hideg. Menj is spúrolsz, ha nincs meleg víz. Értem, vissza az otthon édes otthonba, már hiányzott, de komolyan, nagyon jó kis hely. Jó erős arása. Itt vagy az ablakot, mafe! Ez csak egy pulykacob, nektek is marad egy. Hadd vidd emel, jó? Inkább itt vagyok. Meg nem maradok én neked, te kis tolvaj! Engedjetek be, biztos meleg van. Mi lesz? Már csak egy kutya hiányzik a bulihoz. Mi ez? Ja, nem a megint. Ott talált rám. Hol lenne neked jobb, mint itt nálunk? Ha? Kabulban? Ott jobb lenne neked? Mi az a Kabul? Megeszik, vagy rápisülnek? Talán mindkettőt. Hé, ez jobb, mint az edzőterem. Kivéve, hogy itt lefagy a popsit. Micsoda fafáj, sosem tanul.
Jaj, elkaptál, nem hittem, hogy ez lesz esküszöm. Ó, ez most meglepett, júj. Igen, tudom, megint ideg a víz, persze, értem. De most már megérdemlem. Mindegy, hányszor szögöm el daktól, mindig dutyi lesz a vége. Összezárva a szokásos, ostoba, kidobott, korcs és magányos farkas példányokkal. Nem kellünk senkinek. Szerencsémre már 7 kutya éve nem reménykedem abban, hogy kellek valakinek. Az úgyis csak érzelmi zsákutca lenne. Úgy döntöttem, hogy a mostani szökésem lesz az utolsó. Úgy fogok utazgatni, mint egy húpihe a szélben. Mert ha nem cselekszem, én is a mennyben levő nagy kutyaparkba jutok. Végül minden kutya abba a szobába kerül. Hulladékégető. De sosem jön ki. Az, hogy képtelen vagyok túljárni egy nálam sokkal butább középkorú emberi lényeszén, egyre nyomasztóbb lett. Nem is gondoltam, hogy a megoldás már is közeledik felé. Mégpedig tűsarkon. Hogy működik ez a kócerály? Hol a recepciós? Mindenki kibe sétálhat? Őszintén, Francis, ez is biztos az apád műve. Ha-ho! Kutyások! Nem? Nem. Nem. Hé, hey, és az? Ezt nézd meg. Igen? Azt írják, filmben is szerepelt. Bizony. Milyen filmben? Horrorban? Na, még szép. Nagyon vicces. Mutatványos kutyája nincs, cirkuszi. Aha. Ügyesebb legyen, mint Csasz hülye, fajtiszta, minek hívják ki a kicsim. Hisz Csasz szüleit nemrég kitették a country clubból. Na, ennyit róluk. Válasz egy kutyakölyköt. Azt betaníthatod. Ki ér arra rá? Hát te nem. Nem bizony. Üdv! Üdv, hölgyem! Cuki vagyok, cuki! Szóval... És ezzel mi van? Ó, ez elbűvölő! És tud trükköket? Szép kankutya, igen! Üdv, hogy érzi magát? Válasszon engem, de... igen, mi ne? Mutass valami trükköt! Igen. Egy trükköt? Engedd ki, és mutatok egy vizes trükköt a cipőddel! Gyerünk! Mutass valamit a hölgynek! Ha nem mutatsz, sosem kerülsz ki innen! Jó, nem kell fenyegetned! Fordulj át, vagy valami! Jó, van, mindjárt kitalálok valamit. Mondjuk ezt. Au, au, a csípőcsontom! Ó! Gyerünk, ne bámulj, csinálj egy fényképet! Most megnyújtom a gerincemet, biztos jót tesz. Jó, van, kezdem is. Rendben. Őt akarom! Már láttam nála okosabb srácot is, de mindent a célért. Remek választás, öcsi! Viszlát! Na! Fogd meg a tojot! Megszegi! Fussom utána! Tudok már! Csomagod érkezett! Állj meg! Hello! Tegye az asztalra, jó? Nem, alá kell írni. Jó, rendben! Azért vicces, hogy ez pont a biztonsági rendszer. Francis, gyere, menjünk! De még nem kaptam kutyát. Bizony, nem kapott. Ha tőled nem kapok, kérek apától. Kutyás? Igen? A fiam kéri a kutyát. Mennyibe kerül? Ez itt nem így működik. Ezek talált kutyák. Ingyen elvihetik. Nonsense. Mindennek van ára. Adok $100. Köszönöm, de nem kérem. Akkor $500. Legyen $1000. Csak az lehet? Vagy az, vagy semmelyik. Rendben. Meg lesz. Holnap elhozza nekem, és öné a pénz. Értem. Francis? Francis? De nem kaptam kutyát. Ilyen névvel nem csoda, hogy ilyen. De nekem most kell, és $1000? Jó ég! Akkor még nem tudtam, hogy egy komoly kutyavadászat célpontja lettem. Csak azt tudtam, hogy szabad vagyok. Éljen a szabadság, drága íze! A világ egy velős csont, amit bármikor rághatok, eláshatok, hogy legyen jobb időkre, és aztán sehol sem találom majd meg. Akkor is jó hasonlat volt. Ez volt életem legszebb karácsony ajándéka. Végre éreztem, hogy élek. Így találkoztam Parkerékkel. Vagy mondhatni, a kocsijuk találkozott velem 50 km/h sebességgel. Jaj, ne! Ne, kérlek, ne! Hívj egy jó kutya ügyvédet! Te szegény! Jól van! Lássuk! Én is örvendek, haver! Örvendek! Ne nyomkodj, pontot sérültem meg! Jó, rendben, maradj itt! Jó, maradj! Maradj, Bajti, minden rendben! Üdvözlöm. Jó napot, egy állatorvos kellene. Akkor tisztázzuk. Ne izgulj, Pajti. Elütöttél, és még be sem engedsz a kocsitba? Üdv, karácsonyban nincs rendelés. A kutyám! Halló! Az az én kutyám! Isten veled, Dani! Az az én kutyám!
végre lassítunk. Ezek szerint itt vagyunk. Amikor azt mondom itt, fogalmam sincs, hogy hol. Mi tartott eddig? Tudod, mi mindent elvégeztem azóta? Megtaláltam a díszítődobozt és felráncigáltam, felállítottam a kaput is és a Mikulást, fent van a lampion, a rénszarvas, már csak a fényfüzér van. Volt egy balesetem. Te jó ég, megsérültél? Hát nem, tudod, nem olyan baleset. Jól van, lássuk ki ez a pasi. Hé, várjunk, csak engem ütöttek el. Gyere, mutatok valamit. Csak nem adj ajándékot. Jó ég, remélem nem lesz belőlem szürgallér. Rendben, már is leléptem. A soha viszontlátásra. Hát... Ed, itt nincs semmi. Elhúzok innen, mielőtt még újból elgázol. Ne már, ez egy kutya. Hogy? Utálom a kutyákat. Hova bújhatnék el? Hideg van? Kéne egy jó meleg hely. Ó, ez jó lesz. Ne megyek. Nekem való. Hú, de csúszik, te megoldok. Befordulok jobbra. Á, lépcső, miért nem írták ki? Vészhelyzet volt, és állatorvoshoz vittem volna, de az ünnepek miatt zárva, ezért elhoztam ide. Ed, ne keres kifogást, tudom, hogy utálod felállítani a fát. Még jó, hogy nem annyit késtél, hogy húsvét legyen. Nem. Gyere és segíts. De én... Nos, találtam két doboznyi fényfüzért. De furcsa, mert úgy tűnt, hogy az egyikben csupa rossz égő van. És a másikban meg csupa jó. De persze nem vagyok biztos benne, hogy az összes rossz vagy jó. Az is lehet, hogy már kidobtuk a rosszakat, és ezek most romlottak el. Itt volt a kutya. De akkor is meg kéne nézned. El kéne egy dologgal nem számoltam, a kíváncsi gyerek szemmel. Ez nagyon furcsa. Főleg egy gyerekével. Mit hozott a puanyú? Mit kértél? Csak nem megint egy kutyát! Nincsenek barátai, csak ha veszel! Nem, már nem kutya kell! Miért nem kéred a kommandógyilkos hármat? Nem szeretem a videójátékokat, te szereted! A bűvész mutatványok érdekelnek. Anya úgysem venne olyat! Nem tőle kértem, hanem a Mikulástól. Ó, komolyan! Akkor sok szerencsét! Szia, Brent! Boldog karácsonyt! Oh, szia, boldog Kló... Boldog karácsonyt, Chloe. És mit csináltok? Jaj, hát tudod, játszom az öcsémmel. Neked van egy öcséd? Találkoztál már vele, csak olyan felejthető arca van. Hát lehetnél kedvesebb is vele, különben felír a Mikulás. Megkaptam. Csúcs, kussolj. Anyu, Brent megint piszkált. Ne árulkodj, kitakarítottad a szobádat? Holnap jön hozzánk az unokatesód. Haley csak egy lány, és mi van, ha, tudod, lánymérgezést kapok? Mert nem lakhat Brentnél. Nos, azért, mert Brent szobája büdi. De választhatsz tőlem, alhatsz a kisugott szobájában. De ön még gumilepedőn alszik. Igen, majd leszokik róla. Kicsim, tudom, hogy nehéz, de a karácsony mindig is erről szólt. Osztozni kell a család nyomorában. És most munkára. Állj, felakasztottad a kabátod? Ó, bocsánat. Jó. Lássuk. Tehát két tojás kell bele. Ó, a kártyatrükk még nem megy. Van olyan, ami megy? Igen. Megmutatom, te láthatod először az új mutatványt. Hé? Francia guillotin. A leglátványosabb kivégzési mód. Nézzék, ahogy ezt az ártatlan zöldséget szétvágja ez a borotva éles penge. A dénye nem gyümölcs? Nem mindegy. Jaj! Mehet? Ha? Senki sem élhet túl egy ilyen szörnyű kivégzést. Vagy mégis? Tessék az öné, ifjú hölgy. Köszönöm. Most kéne egy önként jelentkező. Mondjuk ön, Miss Motyi. Ha? Ne, nem Miss Motyit! Megkapott cserébe a dinnyét. Rendben. A borzas és gondozattan hajbűne miatt halálra ítélik. A kivégzés módja pedig látványos. Hiatin. Dáj, csoda történt. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Francba. És addig nem jöhetsz fel, míg bocsánatot nem kérsz. Egy igazi bűvész nem teszi tönkre a húga babáját. Egy igazi bűvész szobája rendes. Egy igazi bűvész trükkjei működnek. Ki van ott? Brent, te vagy ott? Remélem, nem túrtad szét a cuccaimat. Á,
általában jó búvó hely lenne egy sárkány szája, de tudják, csapda is lehet. Rám szorult. Anyu, nem anyu! Nem szabad a házban rohangálni. Anyu, kísértet van az alaksorban. Ó, ez remek. Talán segíthetne elkészíteni a karácsonyi vacsorát, mivel tudod, 20 percig tart összevarni a pulykát, amit előtte bepácoltam, de még sosem csináltam ilyet. Utána pedig árpagyöngyöt kell főznöm, mert nagypapát puffasztja a krumpli, aztán pedig kelminból salátát balzsamecettel és szalonacsékokkal anyu, és szedertortát. Anyu, kísértet, pedig... alaksor! Menj, segíts apádnak a fával. Jól van. Rum is kéne a teámba. Kutyamenhely. Elegem van az 18927-esből. Felle rohangálok, próbálom megtalálni. Csak a gond van vele. Rendben van. Vagy kapok pénzt, vagy ő kap sztéket. Igen, Thurston jó volt, de Blackstone is. Gondolom, de csak illúzionisták. Shelby szabaduló művész volt. A leges legjobb. Petey Shelby, a mester varázsló. Hallottál róla? Igen. Ez a csúcsa. Hé, apu, mutass csak egy új trükköt. Rendben. Készen állsz a nagy csodára? Ja, nagy csoda lenne, ha működne. Most jön Mongoose kapitány Barracuda ellen. Kösd fel a gatyát. Van nálam 4 karika. Ez kész csoda. Bocs, apu. Figyelj, öcsi! Bocsi! Eltennéd a bűvész cuccot és felhoznád az égőket a pincéből? Mi van? Hogy egyedül menjek le oda? Mi a bajod? Nyuszi vagy? Persze, anya mondta, hogy azt hiszed, láttál lent egy kísértetet. Hé, Brent, elég! Hozd fel a karácsonyfa égőket! Jöhet a kommandó! Most bajnok lehetek. Lássuk, milyen képességeket válasszak. Kísértet? Gyere elő! Ne szórakozz! Nagyon erős pasi vagyok. Fegyverem is van. Ugye nem eszel meg? Fent vár a családom. Kifele innen! Jaj, ne, merre! Utálom a húszokat! Repülőkormáz, repülőkormáz! Mi ez? Hova bújjak? Ó, ez jónak tűnik. Ne, állj! Biztonságos hely. Ne! Szent egek! Eddig sosem működött a trükk. Csá, Csumi! Hogy csináltad? Pofás ez a kutyaház, beépített hús szeletelővel. Most futnom kell. Elnézést, bocsánat! Anya! Kimegyek, befejezem a hóembert. Várj, ne fuss el! Kutyaszabály! Fuss! Főleg a dili srácok elől, akik giotint tartanak otthon. El az útból, kis csaj! Bocsánat! Bocsánat! Kezdek öregedni? Nem tudok lerázni egy 10 évest. Lehet, hogy nem vagyok már szökű művész. Ja, talán okosabb a koránál, de akkor is buta. Mindjárt lerázom, van egy rövidebb út. Ez az. Átfutok az úton. Hol van a szokásos furgon? Csak kutyákat szokás elütni. El az útból. Engem üldöznek. Biztos rakéta van a cipőjében. Le kell ráznom valahogy. Várjuk egy kicsit. Az a dag és a nyomi verdája. Állj, most gondolkodnom kell. Parás srác. Parás felnőtt. Parás felnőtt? Parás srác. Tudom, oda bújok. Ebben legalább nincs kés. Hé, öcsi! Beugrott egy kutya a tárolóba? Nem. Hogy nézett ki? Úgy, mint egy kutya. Egy harapós kóborkutya. Nem, nem láttam harapós kutyát erre. Tényleg? Komoly? Majd kiderül! Most meg vagy! Mi a gond? Ez nem az. Ő illúzionista és szabaduló művész is. Nem, hanem szökevény és bűnöző. Vigyázz magadra, fiam. Volt egy srác, kutyát bújtatott, ezzel törvényt sértett, közmunkára ítélték. 10 évig kell még csinálnia. És nincs barátja? Egy sem! Mondhatnék, majd a Mikulás visszapakolja.
ez az új mutatványod? Mégis hova tűntél el? Hát sánkózni, haverokkal. Haverok? Kicsim, ez csúcs. Ó, sosem voltak barátaid. Igen, tudom. Gyere, az ebéd a konyhában vár. Á, szia, Jake, hol vannak az égők? Hozd fel, kérlek. Végre megtalálom a tökéletes bűvész segédet, és eltűnik. Talán! Jé, te vagy az? Visszajöttél? Hát, igen. Nem magamtól, csak azért, mert kint megfagyok és éhen halok. Jó az a burger. Dupla hússal. Éhes vagy? Még kérdés? Nem, dehogy. Nem, dehogy is. Jól van. Megnézem, hogy meg ne sértődj. Lássuk, mi van nálad. Köszönöm. Nem rossz. Adhatnál még. Jó fejnek tűnik. Megetett. Hogy jutottál be ide? Ez valami új trükk? A bűvészek sosem árulják el, hogyan csinálják. Ha csak nem kapnak még egy kis kaját, persze. Rendben, mit akarsz tudni? Hasonlítasz a kedvenc bűvészemhez, Shelbyhez, a mesterbűvészhez. Hallottál róla? Tudod, a hamburger jobban érdekel. Visszatérhetnék ahhoz a témához, köszi. Fogok válaszolni, ha adsz még. Na, erről beszélek. Igen, hallottam róla. Melyik szökésben lévő kutya ne ismerné? Halló, kutyás? Holnapra várom a kutyámat. Meg fogja kapni. Egész életében ketrecben élt, nem ismeri ki magát úgy, mint én. De kérnék még időt. Semmit de, kutyás. A volt férjem bosszantására kell. A pénz nem számít, de garanciát kérek. És mennyi pénzt ér meg magának egy ilyen garancia? Mit szólna mondjuk 5000 dollárhoz? Hölgyem, garanciát vállalok. Rocky, még 4000 dollárnyi indokunk van, hogy elkapjuk ezt a korcsot. Pacsi! Pacsi! Tessék, a segédem lettél. Kösz is, rász, bár a többi kutya kiröhögne ebben az abroszban, de elviselem. Hát, ha valaki pizzát akar majd enni rajta. Na, folytasd. Te leszel a csodálatos Shelby, én pedig Jake Parker, a szemfényvesztés professzora. Kezdhetjük. Először is azt bűvészetnek hívják, de mivel vicces vagy, nem érdekelnek a furcsa kis kiszólásaid. Labda! Ez egy labda! Nem mondtad, hogy labdád is van? Te vagy a nekem való gazdi! Lássák a csodát, ahogy ezt a labdát eltüntetem. Na mutassak! Mi van? Miért dugtad el? És most hol van? Hova tűnt? Mi? Miért? Nem örültél, hogy van egy labdád? Ez labdaellenes bűntény. Mit műveltél vele? Mi a... Ez kész tragédia. Szent egek! Ez tényleg eltűnt. Ha? Tessék, ez alatt lesz. Gyerünk, emeld fel. Há, rendben, jól van. Legközelebb jobban vigyázz a labdádra. Na, de hogyan? Ne tüntesd el. Hadd lássa mindenki. Újra megcsinálom. Nem, ne csináld meg. Végre meg lett, most meg eltűnt. Ez nem tetszik nekem. Most válasz ki egy poharat. Ezt itt. Nem. Ezt itt. Tadám! Mi van? Na, ez már valami. Most két labdánk van. Tudtam, hogy egy segéddel működni fog. Jake, kész van a vacsi? Mindjárt megyek. Hú, ez elég meleg volt. De legalább megvan a labda. Tudod, arra gondoltam, hogy mivel két labdánk van, talán nem lenne nagy gond, ha az egyikre én vigyáznék, a másikra meg te. Tessék, egy neked és egy nekem. Hú, ez most komoly? Tudod, milyen régen nem volt saját labdám? A segédemmel mindent megfelezek. Rendben? Köszi. Milyen kedves srác. Tessék, most már nem fogsz fázni. Bocs, segédem, de mennem kell. Karácsony reggelig légy észrevétlen. Akkor a Mikulás meghoz nekem, utána majd együtt fogunk bűvészkedni. Rendben? Jó hét, Shelby. Jó hét, srác. Boldog... Boldog karácsony. Tényleg boldog karácsonyt kívántam? Mi van velem? Beteg vagyok. Talán megkedveltem a kis srácot? Csak a labdáját. Labdát bárhol találok. Nagyon szép labda. Hát, a labdát megtartom. A srácon még gondolkodom. A spárga, nem láttad valahol? Nagyon megdőlt a fa. Talán azért, mert már 10 éves, és tele van káros műanyaggal. Nem, a fánk maga a tökély.
Akkor miért kell minden évben költözgetni? Ez is a családi hagyomány része. Nem térhetnénk el tőle és vehetnénk egy új fát? Ha valamit veszünk, hát spárgát veszünk. Ed? Éjjel, idén új fát veszünk! Jake! Megvannak az égők? Reggeli után. Jó, akkor ne! Majd inkább lent reggelizem. Ez meg mi volt? Kamaszkor a neve. Furcsa. Jöhet a harmadik menet. Jó reggelt, Shelby. Hogy aludtál? Mint akit elütött egy furgon. Várj egy kicsit, tényleg elütött egy furgon. Mi ez? Finom békönös szendvics? Nehéz lesz még egy napig eltitkolni téged. Hol van a tükörtojás? Nem kapsz borravalót. Jobb rejtek helyet kéne találnunk. Tudod mit? Addig gyakoroljunk. Figyelj csak, sürgős dolgom lenne. Talán ez jó lesz. Jobb lenne, ha kiengednél gyorsan. Kötéltrükk? Ez már nagyon ósdi. Kötéltrükk? Fúj. Ki tudnál engedni, kérlek? Figyelj, ehhez mit szólsz? Egy varázskendő. Igen? Figyeld a kezemet. Igen? Belegyömöszölöm az öklömbe. Felkészültél? Tessék. Igen. Figyelj, merre lehet gyorsan kivenni? Hű, ez is sikerült. Persze, nem tűnt el teljesen. Egy műj, látod? Majd szerzek egy nagyobbat. Ugyanaz az elf, csak látványosabb. Elnézést kérek. Ide pukisztál? Remélem, hogy csak azt. Bár őszintén nem 100%-ig biztos. Kiengednél végre? Fúj, nem kéne kimenned. Kisuranhatsz a kis ablakon, de előbb kiásom a hó alól. Mi van? Maradj itt. Ezt a döntést te és a szőnyeg is meg fogja bánni. Hogy tartsam vissza? Szia, Jakey! Steven bácsi. Á, bizony, mi újság, nagymenő? Gyere csak! Figyelj, csak Tort kicsit megviselte a repülőút, és kell neki egy kis hashajtó. Tudnál segíteni? Hát, most nagyon fontos dolgom van. Nem baj. Ez nem tart túl sokáig, mert ez a gyógyszer rögtön hat, ha elkezdem masszírozni Tor beleit, és te alátartod a zacsit. De az én anyukám fél a kutyáktól. Igen, tudom. Nézd, ezt nem tudja meg, jó? És ez Tor! Gyere gyorsan, már jön is. Tartsd minél közelebb a farka alá, emeld fel. Fúj, ne lélegezz. Nagyobb zacskó kellene. És ez nem is igazi szőr, mert az nem menő. De nem is számít, mert anyám és Jerry is azt mondta, hogy ez volt a legdrágább bunda. Hejha. Most ez a divat. Anyu! Fúj, mi ez a bűz? Ugye nem még egy döglött állat? Segítettem Steve bácsinak. Köszöntél már Haley unokanővérednek? Szia, Haley! Szép kabát! Csak nem megnyúztad érte a Yetit. Halletlenül drága volt. Ó, a párnád alá tetted a bokkot. Anyu, Steven bácsi ízé... Mi van Steven bácsival? Meglepetés! Kutyával jött. Emellett próbáljon megszökni, Rocky. Ezt figyeld, hangérzékelő lakat. A legmenőbb. Van hozzá új legyomat leolvasó, arcazonosító, tuti védettség. Küldtek hozzá párásítót is, bár nem rendeltem. Elhihetett, hogy nem. Nem kockáztatunk. Visszahozzuk a dögöt, és addig itt tartjuk, míg meg nem kapjuk a 7-5000 ficset. Nem, semmi haver. Az elhárításnak sincs ilyen felszerelése. Na, mit szólsz? Neked sem új. Mindenki tudja, hogy félek a kutyáktól 3 éves korom óta. Mégis idehoztad a házamba. Nézd, Lil, nem volt más választásom, érted? Beth pihenni ment a mesés Jerryvel, és Tor nálam maradt. Köztünk maradjon, de a válásunk óta nagyon érzékeny szegény pára. Ó, tényleg? Tor nagyon érzékeny, Tor? Jól van. Én vagyok az. Örülsz? És tudod mit? Elindult valamiféle átalakulás bennem, és apánk ebben sem áll mellém. Steven, most nem rólad van szó, hanem rólam, és a kutyákról, a házamban. Lazíts. A hashajtótól, amit beadtam neki, mostantól aludni fog. Azaz olyan lesz, mint egy 50 kilós lábtörlő a következő 2 napban. Csak büdösebb. De attól még... Vigyázz a bőröndömre, drága volt, és a bundámra is. Iszonyúan drága darab. Oh,
Mindig ilyen fura szag van itt. Hé, hey, óvatosan! Ezt az iPad-et anyutól kaptam karácsonyra, lúzer! Hé, hey, ne szólíts így! Különben, talán varangyá változtatsz, mint Harry Potter. Ő varázsló, én bűvész vagyok, és az nem ugyanaz. Rákerestem a lúzer bűvészre, és 1.700.000 találatom volt. Jó, mutasd meg, biztos rosszul kerestél rá. Minden nyelven L-U-Z-E-R. Jaj, az ajándékom! Ó, ez eltört. Ez lett lúzer. Megmondalak a mamádnak, aztán Jerrynek! Jaj, ne! Hát, azt hiszem nem értettél meg. Egyre rosszabbul vagyok. Nem tudom, meddig tartsam még vissza. El ne mozdulj! Oké, a B-terv az újra szőnyegezés, de ne engem szígy majd. Hova lesz a séta, öcsi? Kimegyek játszani. Nem, most nincs játszóidő. Semmi lógás, semmi bűvészet, most velem jössz. Ne, csak egy másodpercet Kabát. Kérek! Várj egy kicsit, valami fontos dolgom van! Gyerünk, nagyapa elé megyünk! Elnézést! Boldog karácsonyt! Szia, apa! Ide értél? Szia! Ó, hogy utaztál? Mi az, nem olvastad a blogomat? Kairótól New Yorkig húzós volt, de az utolsó 10 óra már semmiség. Persze, vesztettem pár dolcsit a kártyán, de közben ismerkedtem. Látod azt a pasitot? Ő például túrógyárban dolgozik. A túró a sajtok királya. Tanúságos. Hol vannak a többiek, drágám? És mi van veled, ODD? Ed most vásárol új karácsonyfát, a többiek meg otthon. Jake pedig büntetésben van. Rosszalkodtál, az én vérem vagy. Indulunk végre. Én is örülök neked. Hadd vegyem el a táskádat. Így né. Köszönöm szépen. Ez üresnek tűnik. Hát mert úgy hallottam, sokat rosszalkodtál. A Mikulástól hallottad? Tanulságos. Jacob, viselkedj. Bocs, nagyapa. Ugyan jó beszólás volt, de nem tőle hallottam. A Mikulás nem velem jött. Mástól hallottam, hogy rossz vagy. Eltűnt. Egy fáraótól. Azt mondta róla, hogy... Ezt később mondd el. Aput is biztos érdekli. Mindjárt megkeresem. Szia, Jake. Nem láttad apát? De még mindig válogat. Brent is jön? Nem, otthon van. Apád karácsonykor is dolgoztat, mi? Önként vállaltam. Már nem bírtam otthon az unokatesóim hülyeségét. Ismerős érzés. Jó, ez megfelel. Van rajta a 4, nem? 5 elágazás és 10 dollárt adok érte. 20-at. Levelenként 1 dollár. Rendben legyen. Boldog karácsonyt. Menjünk, Jake. Jake. Már is lehullott a tiéd. Ó, én nem hoztam neked semmit. Ez nem ajándék, tök fej. A számom Brentnek. Elég jó pasi, és... Fúj. Mi tartott ennyi ideig? Ki kell mennem? De már nagyon. Lássuk csak, valahol csak lehet. Hát ez így nevetséges. Amikor ki kell menni, ki kell menni? Jó van, hova lehetne? Talán van macskájuk és macskaalmuk. Azt használom, kutyáki az elsőbség. Miért nem kapja be zacskóstul? Nem tudom, mi történt a képességekkel. Nincs tűzszórás. Ja, emiatt nem lehetek bajnok. Ejha, az emberek is gusztustalanok. Nem volt gyerekszobájuk. Szia, csak átsúrranok. Erre meg ő, ez a lúzer. Mire én, te vagy a lúzer? Ő a leglúzerebb. Bár csak veletek lehetnék. Állj! Ezeknek már van kutyájuk. Ő biztos a WC-t használja. Nem vagyok büszke arra, amit teszek, mert biztos rád fogják majd az egészet, de muszáj ide csinálnom. És jövök neked egyel, mit szólsz hozzá? Hé! Ez az! Ez volt az! Ez a furgon! Állj! Hey! Tudod, ki ez a furgon? A neve Jesse James. Jesse James.
Nem már, most viccelsz? Hány éves vagy? Elég nagy. Tessék. Akartam pulykát hozni nektek Marokkóból, de savanyított tevepatát adtak helyette. Ez nem ugyanaz. Alig várom már a híres karácsonyi pulykádat. Persze. Milyen fűszert használtál hozzá? Talán svédet? Ne viccelj, apa, ez csak... Kutyagumi. Hé, azért nem főzök olyan rosszul. Nem, itt van egy kutyagumi. Ó, te jó ég! Steven! Gyere, takarítsd fel! Mizu? Steven, nézd csak! Felszedtél jó pár kilócskát, de ne aggódj, nem vagy olyan kövér, mint kimis korodban, csak olyan, mint egy hógolyó. Kösz, apa. És ez Tori? Igen. Tudod, régen Bev takarított utána, és én csak... Szóval, ilyenkor hiányzik igazán. Steve, kellenek vesztesek is. Bev úgyis túl jó volt neked. De találhatsz még hozzád illőnőt. Hé, hey, öntsön el a karácsonyi öröm, és hadd álljon az a fa. Jó, persze, ez remek ötlet. Hát legyen. Jó, rendben. De ne csap túl nagy zajt, mert most lepihenek. Igen. Ez most komoly? Ki állítja fel a fát? Állatfelügyelet. Ki kopog? Doug vagyok, Doug Catcher. Ki az a Doug kecske? Nem, a nevem Doug Catcher, nem pedig Doug. Anya azt mondja, hogy veszélyes dögökkel érintkezni. Csak nyisd ki az ajtót. Nem, amíg így kiabál. Nem kiabálok! Oh-oh. Ismerős ez a kiabálás. Hogy találhatott rám? Ki kopogtatott, Sally? Egy Doug. Miféle Doug? A nevem Doug, nem pedig Doug, és egy szökött Doug-öt keresek. Ne, apu, ne nyisd ki, biztos betörő. Ez a karácsonyi trükkjük. Ne butáskodj. Látták ezt a dögöt? Ó, te jó ég. Gyerekeket harapott meg, és aztán öregeket lökött fel, és még a szőnyegemet is összecsinálta. Hát, nos, hát épp egy ilyen kutyát ütöttem el az úton. Tényleg? Komolyan volt ott egy kutya? Igen, csak megszökött tőlem. Mi? Hogyan? Megszökött tőlem. Megszökött? Micsoda megkönnyebbülés. Biztos már jó messze jár. Igen, uram, nem akarunk kóbor kutyát a háznál. Hú, már elmehet. Boldog karácsonyt. Megint te vagy az? Álljön, ismeri Jake-et? Igen. Láttam, ahogy játékokat vett ki az adománygyűjtőből. Ó. Oh. Ez igaz? Nem, vagy igen. De én csak a kutyát kerestem ott bent, mert hallottam, hogy a szökött kutya ott nyűszít. Ó. Oh. Nyűszít? Igen. Karácsonykor? Karácsonyi nyűszi. Ilyenkor a legrosszabb elhír. Hey. Mi volt ez? Talán a nyűszi? Csak a giottinom csapódott le magától. Megyek és megnézem. Hmm. Rendben. Szükség van az ilyen őrzővédő emberre. Nem csak. Igen, maga a legalkalmasabb. Mióta ismerik a fiút? Biztos tud valamit. Nem bízom benne, érti? Mindent, amit tud. Vigyen meg minket, kérem szépen. Kellemes ünnepeket. Shelby. Shelby, hol vagy? Itt van a sintér. Shelby! Történt egy kis baleset. Mi bajod? Hát azt nem tudom, talán megsérültem, de remélem, hogy csak ideiglenesen. Vigyázz, áll. Ajjaj. Majd meggyógyítalak. Erre valók a barátok, nem? Au, ez fájt. Jó, au. Pont ott fáj. Ott. Hé, figyelj csak. Beszélhetnék, mint haver a haverral. Be kell vallanom, hogy nem vagyok igazán családba való. Magányos farkas vagyok, érted? Ha holnapra eltűnnék, jó lenne, ha tudnád, hogy örök hálám. Nem szoktam hozzá, hogy kedvesek legyenek velem. Tessék, meggyógyultál. Jó kutya? Nem veled van a gond, velem. Mert én mindig menekülök. Nem maradhatok itt. Jake, lent vagy még? Gyere vacsizni! Hé, srác, még csak annyit... Nem szabad velem jönnöd. Csak karácsony reggel jöhetsz majd fel. Különben menhelyre kerülsz. Itt kell maradnod. Marad. Hé, Jake, még nem fejeztem be. Még talizunk, srác. Nem akarom összetörni a szívét, de ez az élet nem nekem való. El innen, öcsi, ez az én helyem. Á-á,
Én ülök itt. Állj, bocsi, Jake, Hayley mellett szeretnék ülni, kösz. Ő mekkora példány? Nem láttam ekkora mellett, amióta anyád meghalt. Már mint pulyka mellett. Esünk neki. Nagypapa. Jake, ne nyaggasd nagypapát, ülj már le. De nincs hova ülnem. Hogy ne lenne, ülj a húgod mellé a kisasztalhoz. De Brent és Hayley miért nem a kisasztalnál ül? Ne légy nevetséges, ott is ugyanazt a kaját eszed. Gyere, Jake, veled megyek. Ott is van vörösbor. Nincs. Fogadj szót szépen, nyomás. Anyád, hogy van? Ó, remekül. Magánrepülővel mentek Jerryvel Tahitire. Király, Tahitire Jerryvel. Tahitire Jerryvel. Nagyon jó lett ez a pulyka. Ez pulyka? A saláta is jól néz. Bocsi, a szék foglalt. Szívas. Ne törődj vele, most morcos. Még szerencse, hogy vannak közösségi oldalak. Anyátok halála után csak fellekóvályogtam a házunkban. Heteken át. Felvettem a ruháit, felkentem a rúzsát. Szóval a szokásos. Lejött az internet, sok barátot szereztem, saját blogom is lett. Ki tudja, legszebb éveim. Csak mit szerzel? Mikor leszek már 70? Tudtam. Na és te, Tigris? Neked hány online ismerősöd van? Én ott inkább játszom. A legjobb barátom Barracuda, vele beszélgetek. Hogy nem hallottam még erről a Barracudáról? Nem tudom. És férfi vagy nő? Nem kérdeztem meg. Tudom, hogy le kéne már lépnem, de ez kínzás. Finomat esznek. Ezt nem bírom ki. Hát... abban nincs semmi, ha megnézem, mi az. Jól van, lássuk. Azt hiszed, kicselestél, ha? Annyit mondok, a közösségi oldalakon könnyű barátkozni. Hallod ezt, apu? Nekem 327 barátom van. Hallom, de eddig 328 barátod volt. Vagy nem? Vagy nem? Talán letiltott? Hát ez vicces. Nem igazán. Mindenkinek. Hé, megeszed a csontodat, vagy odaadjuk a kutyának? A kutyák nem ehetnek ilyen csontot. Megfulladnak. Várj, milyen kutya? Tornak lesz? Nem tornak adom, hanem neki. Lássuk, mi folyik itt. Shelby! Ez pulyka lesz, felismerem. Beljebb megyek. Jaj, ne! Épp ettől féltem. Túl tiszták, nem dobnak le semmit. Shelby, mit csinálsz itt? Na, szerinted ilyen halok? Ó, de jó, ó, de jó, köszönöm, köszönöm, pontot viszketett. Ó, köszönöm. Karácsonykor csak jár egy kis maradék nekünk. Ez nem jó így. Shelby, mit csinálsz te itt? Menj vissza az alaksorba. Amikor egy törzsnél laktam az Amazonasnál, ők nem is hallottak a számítógépről. Igaz, hogy a sörözőkről sem. Pedig nagyon barátságos néptörzs voltak, csak kicsit rendetlenek. Izgi lehetett. Megdöbbentő. Szép. Nem is tudom. Nem tudják, mi az a söröző. Érdekes, bocsánat. Mit csinálsz, haver? Ez az enyém, te már ettél. Ez az én pulykám, adod ide. Nagyon önző vagy. Én csak egy kutya vagyok. Bármikor vehetsz pulykát, mert van pénzed. Ne csinál, Jake, legalább a felét. Én találtam. Nehogy visszaadd az öreg pasinak, még éhes vagyok. Neki úgy is kapetsz, de előttem még sok év áll. Most mi csinálsz? Hey! Jaj, Jacob, mit kerestél az asztal alatt? Sajnálom, bűvésztrükköt gyakoroltam, de úgy tűnik megint nem sikerül. Fogom a combot és felviszem az emeletre. Ott biztos nem zavarnak. Talán bemutathatnál egy olyan trükköt, ami kiveszi a vörös bort a ruhámból. Semmi baj. Mindjárt jövök. Mosószóda kell rá, csak is abban lehet kivenni a borfoltot. A kis kémikus. Még hogy az de. Vagyok. Na, ne már. Itt sem hagynak békén. Ez igen. Divat bemutató is jár a kajához. Én a pirosat választanám. Ha leöntöd vörösborral, nem látszik meg.
ebben a házban mindig megzavarják a kutya étkezését. Jaj, ne már. Mi vagyok én, ruhaakasztó? Napjainkban minden a divatról szól. Így jobban esik a falat. Jake mamája elég ideges nő. Mi a szösz volt ez? Bérfagyasztó sikoly. Naponta kétszer kéne sikítani. Jót tesz a beleknek. Doug létráról leselkedik. Egy dög tud létrára mászni? Nem dög, Doug. Az a fura sintérféle leskelődik a hálószoba ablakán. Mindjárt segítek, csak előbb megosztom. Igen, ez az. Igen. Nem vagyok satír! Ebben a házban egy kutya bujkál! És nem csak az a dagat, óriás mopszlé, hanem az a másik kutya! Ő tudja. Mi? Befogadta, vald csak be! Jake-et hagyja ki ebből! Törvényellenes mások házában kukkolni! Na már ahol? Na látja. Ja. Satír, mocskos disznó! Mi az, hogy ez a Egy vagy két cukorral kéri, kutya uraság. Kettővel kérnünk, köszönöm. Á, szia, Jake, hogy vagy? Sebi, mit csinálsz te itt? Felültem ide, és egyszerre csak egy rózsaszín csupapompom satyi került a fejemre, nehogy bárkinek elmond. Ha megtudják ezt és a piros bűvészköpenyt, elvesztem a maradék jó híremet. Na mindegy, próbáld itt tartani, én elintézem ezt a kutyást. Nem megy el sehova, még nem kapta meg a sütijét. Süti. Hogy ízlik a tea? Én készítettem. Tényleg? Nagyon finom. De hol a süti? Hova dugtad? Remélem, nem csak el kell képzelnem. Nem tűnik el, hogy mi van ezzel segítség? Ki tudja? Talán mégis itt van a kutyája. Biztos egy rénszarvas tátott, igaz? A Mikulás itt köröz a város felett a szánnal, bárki összetéveszteni. Haló, van egy jó megoldás. A desszert. Igen. Ez az, majd én behozom a desszertet. Shelby, hol van? Ki? A kutya. Ó, kutya uraságot keresed? Igen, igen, hova tűnt? Hát arra ment. Mennyi bőr van rajtad? Mégsem látszol boldognak. Shelby! Hát, nagyon örvendtem! Au! Pardon, bocsánat, el az útból! Ne kövess, óriás fejű kutya! Segítség! A nyűszi! A nyűszi! Nem. Bocsánat a rendetlenségért! Vissza! Rossz kutya! Rossz kutyus! Segítség, ez megőrül! Nehogy engem egyél már meg! Ezt nem hiszem el! Egy fajhoz tartozunk! Nem! Vissza, tor! Összetör minden! Fogja már le valaki ezt az őrültet! Hogy szökhetnénk el? Ne! Ez kutya vagy pedig ló? Csukd be az ajtót, srácok, felfelé azonnal! Gyerünk, mi lesz felfelé? Vigyázz, Nyuszi! Mi baja van? Nem tudja megkülönböztetni a Nyuszit a kutyától? Hé, fogás! Felfelé, nyomás, nyomás! Stílis! Ne, jaj, most mi lesz? Szállj le rólam, szállj le rólam! Hagyj már békét, ne? Nem akarom! Hagyj el menekülni, kutya testvér! Ne! Vigyázzon, jövök! Ezt megúsztam. A fa mögé! Hogy sosem fognak megtalálni! Ide a fa mögé! Ide a fa mögé! Na, és párgázd össze! Takarítást kérek! Ez a skandátor! Boldog karácsonyt! Hashtag. Karácsonyi káosz hashtag barlalom. Vigyázzat! Vigyázzat! El az útból! Jake, segítség, Jake! Jake! Állj, nem is sehova! Shelby meg fog sérülni! Nem is túl nagy a fejed! Doug, ez a kutya veszélyesebb, mint én! Meg kell mentenem Shelbyt! Ki az a Shelby? A kutyám, a Mikulás hozta! Gyere ide! Elég legyen már! Jake, segíts! Gyere ide! Tudod, a hóban futkosás nagyon égeti a zsírt, Steve. Karácsonyi gondolat, meg szép. Gyere ide! Vegyél példát erről a kutyásról. Nem. Alig van rajta a zsír, Steve. Hey, Jake! Segítség! Anyu, kérlek, eressz oda, nekem biztos szót fogad! Gyere, Doug! Mondtam, hogy van bent kutya. Hát ez sem úgy ment, mint ahogy én terveztem. Vigyázzon! De mire? Jeges! Fenekem! Jaj, eltört a farcsontom! A fenekem! Jó van, vihetsz is. Befejezhetjük. Hé, Jake, nincs valami új trükköd? Sajnálom, Shelby. Az én hibám. Nem a te hibád.
Csak a világ ilyen furcsa hely. Jake, hagyd a kutyát, veszélyes! Nem veszélyes! Ő a barátom! A legjobb barátom. És az egyetlen. Remek srác vagy. Egy nap híres bűvész lesz belőled, az biztos. Én meg... egész életemben megszögdöstem, nem értek máshoz. És Doug sosem fog elengedni. Nincs mit tenni. De mindig a barátod maradok. Rendben? Eresze, ki nem csinált semmit! Majd, ha piros hó esik. Ne légy szomorú. Megígéred? Ő a segédem. Nélküle nem megy egy trükköm sem. Állj arrébb. Indulunk a menhelyre. És muszáj visszavinnie. Ez a szüleitől függ. Anyu, apu, nagyon jó gazdia lennék. Fogadjuk örökbe, jó? Bárcsak lehetne, de nem lehet. Tudod mit? Nekem sem lehetett kutyám kiskoromban. És láthatod, mégis milyen sokra vittem. Na. Nézd, Jake, próbálj elfelejteni. Úgy a legjobb. Figyelj, srác, most mennem kell. Nincs rám szükséged, sőt, senkire sincs. Király vagy magadtól is. Legyen boldog karácsonyod. De tényleg? Isten veled, Jake! Ne menj, Shelby! Kérlek, ne menj! Hé, vigyázz a labdámra! Isten veled, Jake! Jó fiú! Hé! Ismerem ezt a pasit. Mi a neve? Petey Shelby. Láttam fellépni még 92-ben. Akkor már kicsit lassú volt. És oroszlánok sem voltak a műsorán. De azért menő volt. Az eltűnő fogak trükköt akkor már a protkójával mutatta be. De eléggé felkavaró volt. Éj! Minden rendbe jön majd. Nem kaphatunk meg mindent karácsonyra. Néha még a Mikulás is hibázik. Utálom a karácsonyt. Nem mondd ezt, ez nem igaz. Shelbyn kívül nincs senkim. Senki sincs? Nem mondd ezt. Itt van neked a családod és a bűvészet. Csak az a trükk érdekelné őket, ha én eltűnnék. Ez nem igaz. A családot szeret. Még Brent is. És Shelbyvel mi lesz? Sír a ketrecében, és nem vigasztalják meg. Nincs senkije. Te vagy neki. Nézd. Én is elvesztettem a barátomat. Amikor Nagyi meghalt, összetört a szívem. Utaztam mindenfelé a világban, hát ha összefor. Olyan helyekre mentem, ahova Nagyi akart. De nem segített. Tudod mit? Hiába vagyok egyedül, mégis velem van. Tudod miért? Mert ha igazán szeretsz valakit, ő mindig veled van. Megértem, hogy szomorú vagy. Ezért, tessék, korábban kapod meg az ajándékodat. Ez egy üres doboz. Ne a külsejük alapján ítéld meg a dolgokat. Ez egy varázsdoboz. Nem látszik különlegesnek. Útjaim során sok mindenkivel találkoztam. És meséltem nekik rólad. Egyikük, amikor épp rólad meséltem, és arról, hogy imádsz bűvészkedni, nos, ezt a dobozt küldte neked. Egy idegen küldött nekem ajándékba egy üres dobozt. Először 50 dolcsit kért érte, de leakudtam 25-re. De attól még ez varázsdoboz. Kutya menhely. Itt a kutya. Na most, hölgyem, akarja a kutyát, vagy nem? Mert ha igen, érjen ide 10-ig, különben vége.
Végem van? Doug, ezt beszéljük meg. Mit akarsz velem tenni? Doug? Nos, ennyit tudtam összeszedni. A többi sajnos mind eltörött. Abba hagynád végre, apa? Az ünnepnek annyi, mindenütt rendetlenség, és téged a díszek érdekelnek? Az életem teljesen tönkrement. De hogy is ment tönkre? Hidd el, nagyon sok ilyen karácsonyi tragédiát éltem már meg. 76-ban perrel végződött. Nos, ez a legnagyobb partvis, mert Bev nagyobbat használt. Biztos azért, mert azon repkedett, Steven. Kösz, apa. Ne kend ezt az egészet a kutyáktól való hamis félelmedre. De hát megtámadott. Apa, nekem ez elég nehéz feldolgozni. Megtámadott? Tényleg? Igen, igen. De hát az 3 éves korodban történt. Egyébként csak össze-vissza nyalt. Te nem félsz a kutyáktól. De félek. Tényleg? Na, hát nézd meg, hol ülsz. Elvinnéd innét? Hát van egy nyelv technikája, az biztos. Nos, vissza a dutyiba. Mondtam, hogy utálom a karácsonyt. Miért is mennék egy másik családhoz? Jobb lenne megint elszökni. Nos, kisütöttem neked egy búcsúztéket. Bár biztos nem akkor a nagy szó most, hogy ilyen jó módú családhoz kerülsz, akik talán minden áldott este sztéket vacsoráznak. Az elvált nő szindróma. Kinek kell gazdag család meg sztékhegyek? Nekem már van családom. Jake családja. Én mindig itt leszek. És majd elboldogulok. Talán ha máskor, másik helyen találkoztunk volna. Barátok lehetnénk, de... Barátok? Megbudjantál? Már 2 éve üldözöl. Nem lenne vicces, ha te Sintérnek születnél újra, én meg kiskutyának. Ez komoly? Menj ki a levegőre. Túl sokat voltál itt. Vagy csak a hangodat szereted hallgatni? És én örítenélek meg. Az biztos, hogy rázkodást kaptál az eséskor. Jól van. Már is intézkedem. Ne csináld már, Doug. Ha valahova küldesz, küld vissza Jake családjához. Még egyszer meg kell szöknöm. De egy biztos. Ha most Jake-ékkel lennék, nem szöknék meg többé. Soha. Hiányzik a srác. Vajon mit csinálhat? Miért üres dobozt adott? Nincs benne semmi. Egy titkos rekesz? Akkor leszel jó bűvész, ha a szívedre hallgatsz. A bűvészet a lehetetlent lehetővé teszi. Jake-nek. Aláírás Philbert Thomas Shelby. Király! Mégis varázsdoboz! Csak nem csirkét vacsorázik. Nagyon cuki. Brent, segíts megmenteni Shelbyt! Hogy mi? Nem, szó sem lehet róla. Nem segítek megmenteni. Elrontotta az ünnepünket. És ha felhívom Chloe-t? Megvan a mobil száma. Most is őt nézed. Mi? Hogy? Ez nevetséges. Honnan van meg a száma? Az az én dolgom, és nem a tiéd. Megkaphatom? Akkor, ha segítesz. Jól van. Mit csináljak? Hayley, mutatnék valamit. Most meg mi van? Kár örvendesz? Láttam, mikor eltört. Akkor lásd a csodát. Tadám! Hűha! Még mindig itt vagytok? Szükségetek van rám? Igen, sajnos. Gondoltam. Jól van, figyelem. Ez mi vagyunk, ez meg a menhely. Mikor csináltad? Mielőtt beöltöztél G.I. Joe-nak. Nem, ez egy mongúz jelmez. Nem mindegy. Megvan az alaprajz is. Minden rajta van a gépen, ha tudod, hol keresd. És még a Doug által felszerelt új biztonsági rendszerről is tudunk. Megtaláltam a titkosított rendelését. Feltörtem. Szerencse, hogy nem az FBI-tól rendelte meg. Szép munka, Hayley. Nos, mindenki figyelem. Ez itt a menhely, itt pedig az alany, Shelby. Nézd, ez kutya uraság. Ne tapizd. Jake, honnan van az a pálca? Az nem fontos, érted? Szóval, a következő a terv. Ez a menhely, és itt vannak a ketrecek. Ez pedig itt Shelby és a hulladék égető. Ha,
És akkor a bookmaker azt mondta, jó, de mégis miért pont erre? Csúcs, így biztosan észrevesznek. Nyugalom, majd meglátod. Mit képzel maga? Az, hogy még a bőre alatt is pénz van. Ki lehet az? Boldog karácsony, Mrs. Parker! Jake hívott ide minket, hogy legyen egy kis karácsonyi hangulat. Deck the halls with boughs of holly, la 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 la. 'Tis the season. Jó, mehetünk! Don we now our gay apparel, la 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 la. Troll the ancient yuletide carol, la 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 la. Boldog karácsony! Igen, köszönjük! Noel, 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 Noel! Erre talán rövidebb! Pisilnem kell! Aj, nem árt! Csak most indultunk el! És mindjárt odaérünk! Ó, ez egy kisváros! Nem is kell rövidebb út! Mindjárt bepisilek! Rendben, keress egy helyet, Sally, de gyorsan! Ne térjünk el a tervtől! Jó! Born is the king of Israel! Köszönjük! Köszönjük! Köszönjük. Nagyon szép, szép volt! Volt. Köszönjük. Boldog karácsonyt! This night, holy night, all is calm, all is... Itt vagyunk. Tudjátok, mit kell tenni? Jól van, Brent. Dutyi Dili akció indul. A mongoose. Nem mindegy. Oké, Brent. Mongoose. További értesítésig menj a mókusodúhoz. Mi volt ez? Ráharapott. Kutyás úrnak a Mikulástól. Jól lássuk. Kutyás úr. Ajándékot kaptunk! Biztos le tudtad írni? Ugyan, ez nem az első rodeóm. Ez nem tudom, mit jelent. And heaven, nature sing. Ezzel vége? Igen, ez volt az összes karácsonyi ének, amit tudunk a nyelvünkön. Most pedig következnek idegen nyelvű dalaink. Ichi ni san! Jingle-roo, jingle-roo, Suzuka-na-roo! Steven, hozd rám még egy kis viszkit, kérlek! Lássuk! Ó, anyám! Ó, valaki bujkasültet küldött nekem! Milyen kedves! Ez az! Nem, de nem kapsz, Rocky! Csak én! Fincsi. Rendben. Mostantól a természetre bízzuk a küldetést. De azért ez is besegít neki. Hello, my baby! Hello, my honey! Hello, my ragtime gal! Send me a kiss by wire! Nyaj! Sally, készítetted magnós macit? Menhely! Sajnálom, kivel beszélek? Én Doug Jones? Nem, Doug vagyok, nem Doug, Doug Jones. Nos, Mr. Jones, válaszolna pár kérdésünkre? Várjunk csak, karácsony előestéje van, és éppen vacsorázom. Sajnálom, uram, a munkámat végzem. Szóval meg van elégedve a mostani... furgonnal? Nos, ne tartson fel ilyesmivel! És hogy éppen a karácsonyi vacsorám alatt képes megzavarni, ez hallatlan!
Na persze, a mostani furgonom tényleg nagyon lepukkant, és alig megy már, de meg tudom magamtól is oldani ezt a problémát. Érti? És a sok utcakölyök nem mutogathat már rám, és röghet ki miatta, mert... Nos... Már annyi! Tiszta a teret! Nos, hát ez elég hosszú volt. Sosem hallottam még ilyen lelkes énekeseket. Igen, főleg a La Bamba feldolgozást tetszett. De a kórusra átdolgozott heavy metalna, az se volt semmi. Bár csak a gyerekek is látták volna. Nem voltunk túl szigorúak velük a kutyaügy miatt. Na de tényleg, hol lehetnek? Nem tudom. Biztos, hogy az a kód? Ah, nem nyílik ki. Elkenődött egy szám. Nem tudod elolvasni az írásodat? Ah, miért nem hagytad rám? Tökéletes a kézírásom. Oh. Hol vagy, Rocky? A kakas újra kukorékol. Lássuk. Gyorsan lelépni! Gyere elő! Jöhet a B-terv. Miért van B-terv? Hát persze, elfutok! Most mit fogsz tenni, Gandalf? Az a kerítés túl magas. Az elnök az ovális irodában van. Bemutatom az egyik jól kidolgozott trükkömet. Jake! Te vagy az? Gyere, szabadíts ki innen! Nem hiszem el, eljöttél értem. Hallottad? Ez Shelby! Kezdődjön a csoda, mert ezennel megkísérelem a lehetetlent. Egy veszélyes mutatványt, amivel elkápráztatom az egész világot. Jó, jó, kezd el inkább. Jól van, rendben. Mi lesz már? Ne húzd az időt! Jó, mehet. Tehát most átmegyek a kerítésen. Ja, csak szét ne vágjam. Hű, ezen tényleg megdöbbentem. Köszönöm, köszönöm. Szép volt, takonypóc. Na, engedjelek ki? Gyere! Gyere! Gyere, patikám! És a következő mutatványom, hogy bemászok a fürdőszoba ablakon. Már is megkezdem, Brent. Fedezd hátulról! Jól van, értettem. Elromlott a csúzlim! Most kapd elő a nyulat a cilinderből! A ló pocsantani indul! Húgj le! A srácok nincsenek sehol! Hogy nincsenek? Úgy, hogy se fent, se lent, nincsenek, se itt, tehát... Nem tudom, talán odakint játszanak. Ne aggódj! Nem. Most jövök kintről, és nincsenek ott, úgyhogy igen, kezdjünk el aggódni! Elrabolták őket? Mit szól-e ez, Bev? Biztos megöl. Na de mégis hova mehettek? Nézd csak, mi van. Nézzétek, ez a program nyomon tudja követni Haley mobilját, ha esetleg elveszteni. Azaz, ezzel nyomára bukkanhatunk. Tudod, féltem a lányom, szóval hol van ez? Ó, ez a menhely. Hozom a kocsit. Menjünk a főúton. Egyetértek. Siessünk. Hol a kocsi kulcs? Figyelem, valami mozgást látok. A tiszteletes a parókián van, nyomás rácok! Kilövöm az utolsót! Hoppá, ezt betörtem. Jake, gondolj ki valamit, mielőtt vacsora leszel. Gyere, Shelly! Sikerült. Mi történt? Néhány lövedék a benti pulyka húsból készült. A kutya egy hétig is el lesz. Hát ennek annyi. A pápa a Vatikánba tart. Vigyázz, a pápa a Vatikánba tart. Hát ebből botrány lesz. Ne.
a pápára. Mi addig követjük a tervet. Felveszem, hoztam a cidat. Rendben. Menhely! Üdv, Doug! Ed Parker vagyok, akihez eljött a szökött kutyáért, és akinek a feleségét kukkolta. Várjunk csak! Karácsony előestéje van, és éppen vacsorázok. Bocsánat csak, az érdekelne, ott vannak-e a gyerekei? Nos, ne tartson fel ilyesmivel! És hogy éppen a karácsonyi vacsorám alatt zavar, ez hallatlan! Persze, megértem, hogy ideges. Magamtól is meg tudom oldani ezt a problémát, érti? És a sok utcakölyök nem mutogathat már rám, és röghet ki miatta! Hey, állj! Ne fenyegetőzzön itt nekem! Úton vagyunk önhöz! Megbeszéljük! Tedd le! Jobb lesz sietni, a sintér kezd bekattanni! Na, mi újság? Jó régóta van már bent. Erős lehetett a hashajtó. De egyszer ő is kifogy a tartalékból. Jake, megtaláltátok? Igen, még egy perc. Csak még odaérintem az új lenyomatát, és bejutunk. Doug vagyok, nem Doug, Doug Jones. A kapitány a fedélzeten. Jake minél előbb próbált befejezni. Jake! Shelby, most magammal viszlek. Sikerült! Tudtam, hogy értem jössz. Most szabadíts ki innen, gyerünk! Hol a kulcs? Várj egy kicsit, Sally, a kulcsot! Most segítenék, de nem tudok. Vá, ez meg mi? Váratlan vendég érkezett! Sietnünk kéne, különben kifogysz a kódnevekből. Jake, siess már! Jól mondja, siess már, mi lesz? Ez csak egy kulcs, nem egy matek példa, gyerünk! Jaj, ne, ez a furcsa szájú nő a büdös parfümmel meg a kölykével. Gyorsan eresz ki! Megyek már! Isten hozta! Üdvözlöm! Akció lefújva! A kisbaba! A bohócok! A bohócos nő! Már! Látogatót kaptunk! Gyorsan, bújjunk el! Ne csináld már, Jake! Nem mindig jó mindenben a nőkre hallgatni! De komolyan, Jake! Gyere vissza! Furcsa, benne hagytam a kulcsot. Na, ide a kutyával. Ide a pénzemmel. Persze. Igen. Klassz. Jake, Sally, ott vagytok még? Nem halljuk és nem látjuk őket. Mindig van egy B-terv. Azt már elsütöttük. Nem, B, mint barrakúda. Ráírok a haveromra, hát ha ő tud segíteni. Nézd, nyitva maradt az ajtó. Jól van, sikerült felmennem a kommandós játékra. Mit hívjak neki? Azt, hogy Mongoose kapitány azt üzeni, hogy narancsszínű riasztás. Kettő, igen. Három, uh-huh. Négy. Ha tudtam volna, hogy ennyit érek, már réges-rég eladtam volna magamat. És most kérem a kutyát. Rendben, szívesen. Óvatosan! Most derült ki, milyen értékes vagyok. Nem! Tessék, rendben. Na, remélem nem felejtette el a trükköket. Mutass egy trükköt. Trükköt? Mindjárt mutatok. Átváltoztatlak kedves nővé. Mindenki örülne neki. Parancsoljon rá! Most már nem az én kutyám, hölgyem. Te! Kutya! Trükk! Most! Mutathatok egy trükköt, ez a nem érdekel soha többi trükk. Ez micsoda? Egy pillanat. Narancssárga kód. Mi van? Azt mondta, hogy narancssárga kód. Igen. Rusnyadög, azonnal mutass egy trükköt! Tessék, ez a feküdj és nem érdekel trükk, ez megfelel? Kutyus, mutass egy trükköt. Fogsz te még pitizni, meglásd! Ha rajtam múlna, te lennél a ketrecben, és egy kutya parancsolgatna neked. Rendben van. Biztos nem a padlót akarja felsöpörni? Ez fájni fog? Ne, állj!
Állj, nem ütheti meg! Az enyém! Az enyém! Szép volt. Barrakúda bajtárs. Mongúz! Mongúz kapitány! Megtiszteltetés önnel harcolni! Ejha, átváltoztattam Dagot? Tudja, mindenki azt hiszi rólam, hogy csintér vagyok. De maga sokkal, de sokkal rosszabb nálam. Igen, lehet, hogy nagyon gazdag, de lelkileg szegényebb, mint egy kóbor kutya. Aki megüt egy kutyát, az mindenre képes. Vagy átprogramozták a földön kívüliek? Biztos maga is normális volt gyerekként, mint ők itt. Na, ez rossz példa volt. Egy kutya nem vagyontárgy. Vagy családtagként szereti, vagy inkább ne is tartson. Érti? És ne mondjon rosszat a volt férjéről a fiúk előtt. Lehet, de... hogy nagy tapló volt, de akkor is, ha gyerek apja. Ja, és még valami. Akármit is mond Francis, nem akar több vásárolt ajándékot. Nem vásárolgatni akar magával, hanem inkább beszélgetni. Már így is megnehezítette az életét azzal a névvel, hogy Francis. Tessék, itt van. Karácsony van. Adja oda ezt a pénzt Francisnek, hogy majd ebből adakozhasson. Tudom, hogy $5000 önnek semmiség, de sok családnak sajnos nem. Francis is jónak érezhetné végre magát, és a jövőben nem kéne pénzt kidobniuk családpszichológusra. Nos, gondolja ezt át, és jövőre jöjjön vissza. Hát, ha akkor majd megérdemel egy kutyát. Hűha, ez az első alkalom, hogy élvezem Doug Simon-ését. Menjen, menjen, menjen! Tűnés, tűnés, tűnés! Menjen, ügyes, ügyes! Azta, szép volt, katona. Köszönöm. Adj csak ide. Ne, nem fogom bántani. Bízhatsz bennem. A Doug azt mondja, bíz bennem, ideje menteni az irhámat. Mi ez a hang? Ó, ez a hulladék égető riasztója. Éjjel égetjük a hulladékot, és akkor kapcsol be, ha... Te jó ég! Ki van bent? Hé, gyere ki, kislány, veszélyes! Megmondtam, hogy nem érintkezhetem Dögökkel. Szeli, nyisd ki az ajtót, Jake vagyok. Jake? Ez biztos? Biztos, de nyisd már ki! Hol van Shelby? Épp megtisztul. Ezt meg hogy érted, kicsim? Betettem a tisztító tűzbe. Ne! Vége van. Meghalt. Igen. Elment. Jake, úgy sajnálom. Szólalj már meg. Shelby végre szabad. Nem szenved. Elment egy sokkal jobb helyre. Remélem, hogy tudja, hogy a legjobb barátom marad. Örökre. Szeretnél ma a mi szobánkban aludni? Nem. Lent fogok aludni. Egyedül. Kérlek, ne zavarjatok. Nagyapa, bár nem hiszek a varázslatban. Köszönöm szépen! Már elmehetek? Nem, még nem. Jake, tudom, hogy nagyon szomorú vagy, de azért nyisd ki ezt az utolsó ajándékot. Hűha! Varázskoporsó. Mi lesz, öcsi? Mutass egy trükköt. Jól van. Sajnos nincs segédem, de talán így is megy majd. Nos, üres. Előveszem a varázspálcámat, és azt mondom, hogy... Alakazam, puff! Tadá! Boldog karácsony! Hűha! Klaustrofóbiás vagyok, ne zárjatok vissza, köszi. Mondtam, hogy csak megtisztul. De mégis, hogy sikerült, apa? Erről nincs szó, mert ez a karácsonyi csoda.
Igen. Ez tényleg egy karácsonyi csoda volt. Nem, karácsonyi varázslat. Gondolom szeretnék tudni, hogy kerültem ide, és hogy élek. Nos, egy bűvész sosem tárja fel a titkait, de talán most az egyszer mégis megteszem. Kiderült, hogy ez is benne volt Jake tervében. Szóval, a következő a terv. Ez itt a menhely, ezek a ketrecek. Itt van Shelby és a hulladékégető. Sally és én egy kicsit színészkedtünk, de a szökésem csak is Jake bűvés zsenéjének köszönhető. Sok szerencsét, kutya uraság! Általában nem szeretek hulladékégetőbe ugrálni, főleg ha rám csukják. És a kutya uraságot sem szeretem. Bevallom, nem hittem, hogy a terv be fog válni. Féltem, hogy Sally a Mikulástól várja, hogy megmentsen. Kiderült, hogy nem a Mikulás mentett meg, hanem Jake beépített embere, Jeffrey nagypapa. Mert ő tud titkot tartani, és nem nevetett ki ebben a vicces satyiban sem. Ó, ez a menhely. Jake-nek sikerült jól becsapni a szüleit, de nem csak mi színészkedtünk, mint kiderült, nagypapa sem igazából horkolt a diványon. Már azt hittem, sosem jön értem, hogy itt felejtett. A labdám! Igen! Hazajössz velem? Nagypapa vitt haza. Jake pedig tovább színészkedett. Elment egy sokkal jobb helyre. Remélem, hogy tudja, hogy a legjobb barátom marad. Kiderült, hogy ő is nagyon jó színész. Nagyapa, többé már nem hiszek a varázslatban. És nagypapáról is kiderült, hogy nagyon jó színész. Ki hitte volna? Ez a húzás a levéllel? Brilliáns. Szem nem maradt szárazon. Nos, ez Jake legsikeresebb mutatványának története. De nagypapa előhúzott még valamit az ingújából. Még valamit. Tiéd a megtiszteltetés. Miért nem anyujé? Akkor a tiéd. Oh, rendben. Ez elképesztő volt. Van nyakörvem! Isten hozott a családban, Shelby. Családban? Tehát erről szól a karácsony. Shelby. Persze, mindig is sejtettem. Csak eddig sosem sikerült. Mert mindig rossz dologra figyeltem. Nem az a lényeg, hogy én mit akarok. A karácsony öröme abban rejlik, hogy másokat tegyünk boldoggá. És a többiek boldogok, a varázslat már magától megtörténik. A varázslat és a boldogság együtt tényleg csodákra képes. Még egy sintért is megváltoztathat. Képzeljétek el, örökbe fogadta az összes kutyát a menhelyen. Így biztonságban vannak, boldogok és sokat esznek. De megváltoztathat egy apát és a lányát, hogy megjavítsák az eddigi kapcsolatukat. Mert végre igazán megismerték egymást. Mások is régóta félreismerték ám egymást. De őket is utolérte a varázslat. Most úgy érzik, hogy minden nap karácsony van. És azok, akik elvesztették szeretteiket, találhattak új szenvedélyt. Ami újra boldoggá teheti őket, ami feldobja a hangulatukat, amitől szinte kisgyerekké válnak. Tudom, hogy gicsesen hangzik, de csak a szeretetre van szükségük. Arra és egy barátra, kivel lehet labdázni. Ez volt a legjobb karácsonyom.